nektek, honvédek, akik ott harcoltok most az őshaza közelében, azt üzenem, hogy tegyetek tanúságot a hagyományos ősi magyar katona erényeiből. Az egész ország szeretettel és büszkeséggel gondol rájátok, és bízunk benne, hogy dicsőséget szereztek a magyar fegyverek. Kedves fiam, remélem, hogy szavaim téged is elérnek a távoli orosz Rómákon, ahol hazád iránti kötelességednek lelkesedéssel teszel a leget. Isten óvjon, és hozzon vissza képen egészségesen. A nemzet áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az ország nagyságához és feladataihoz mért hadsereget szervezzünk, és azt a korszerű követelményeknek megfelelően mi hamarabb felszereljük. Szent László városa Nagyvárad ünnepi zászlóvízben önfelett lelkesedéssel várja a bevonuló magyar honvédeket. S a 10 000-es tömeg szabadon, mint egy ember kiáltja, éljen Magyarország, éljen Horthy Miklós! Amit itt utolkét esztendő keresztül éjjel és nappal rebegett minden ajk, amit azonban hangosan, csak ma reggel óta mondhatnak ki. Kétségtelen, hogy a német birodalom ezt a háborút elvesztette. Szomorúan kell megállapítanom, hogy a német birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, és velük egyetértésben kívánom a nemzet jövő életének folytonosságát biztosítani.